Csak szigorú készfertőtlenítés után lehet belépni a bonyhádi polgármesteri hivatalba. Az ügyintézők otthonról dolgoznak, de ha valakinek sürgős elintézni valója van, a szigorított nyitvatartási időben el tudja intézni ügyét. Igaz, a beadványt már a kapuban átveszik tőle. Egy héten kétszer, kedden és csütörtökön fogadunk ügyfeleket. Mindenkinek igyekszünk az ügyeit legalább olyan tempóban elintézni, mint ahogy az eddigiekben, de azért azt lássuk be, hogy ez egy másik helyzet, mindannyiunktól egy másik fajta hozzáállást és gondolkodást igényel. Itt mögöttem láthatjátok, hogy kihelyeztünk az asztalon különböző tárcákat, ide kerülnek be az ügyiratok, azonnal mindegyiket nem kerül föl intézésre, hanem némely idő elteltével kerül a kollégákhoz. A legfontosabb az idősek védelme, mondta Filóné Ferenci Bolya polgármester. Készül egy szórólap, amely a legfontosabb információkat tartalmazza, és amelyek legkésőbb hétvégéig minden háztartásba Bonyhádon eljutnak. A gondozási központnak a telefonszámai szerepelnek rajta, és hogy milyen ellátást igényelhetnek. Tehát mindenképpen hangsúlyozom, hogy jelentkezniük kell a 70 év felettieknek, azoknak, akiknek a családtagjai, közvetlen hozzátartozói, barátai, ismerősei, szomszédok nem tudnak segíteni. Az ellátás megoldott és megszervezett, mondta a polgármester, csak a jelentkezőkre várunk. Tolnán és szódólapokon értesítették ki az időseket és a rászorulókat arról, hogy napi egyszeri melegételt és a legsürgősebb bevásárlásokat a város elintézi. Segítsünk mi az idősebb hozzátartozóinknak, szomszédainknak, de akinek nincs, vagy esetleg karanténba került, vagy megbetegedik a hozzátartozója, az mindenféle kérdés nélkül mi a rendelkezésünkre állunk, és meg fogjuk oldani, hogy az alapvető élelmiszereket és egyszeri meleg étkezést kiszállítjuk. Emellett a gyógyszerekkel való ellátást is megszervezte a város vezetése. Az iskolaszünet azt hozta magával, hogy benépesedtek a játszóterek. Éppen ezért a polgármester a jelenlegi helyzet fenntartáig lezáratta a város játszótereit.